Bazul Kupa néven a Miskolci repülőtéren rendezték meg az ultrakönnyű repülők erőpróbáját. A különleges tájékozódási versenyen 100 km hosszú, előre kijelölt pályát kellett teljesíteniük az ország minden pontjáról ideérkezett versenyzőknek a megadott feladatok elvégzése mellett. 11 órakor lesz a versenynek az indítása. A startsorrendet felírtuk a sebességeknek a függvényében. Kérek mindenkit, hogy 11 órakor, aki elsőként indul, az érkezzen meg a indulási vonalra, és utána pedig tartsuk az időt, mert a köd miatt sajnos elég későn tudjuk elkezdeni a felszállást, és a napnyugta előtt be kell fejeznünk ezt a versenyt. Így indult az ultrakönnyű repülők miskolci erőpróbája, amely aztán a kezdetben mostohának tűnő időjárás ellenére is elrajtolt pénteken. Mindenki úgy készült a megmérettetésre, ahogy tudott. Volt, aki az útvonal tervet bújta, és volt, aki a térképet fürkészte. Akinek pedig nem volt minden világos, az persze kérdezett is. És persze nem maradtak el a verseny előtti jó tanácsok sem. Eléggé húzós lesz, úgyhogy a versenynek az első számnak a végén is nagyon közel kezdenénk a második versenyszámot is. Kérek mindenkit akkor, ahogy a térképen rajta van, hogy a határsáv közelében vigyázzatok, tehát nehogy valaki ugye egy kicsit átmenjen Szlovákiába, bár személyigazolvány mindenkinél van, ez már nem jelent különösebb ügyet, és mindenki vigyázzon a magasságokra. 400 métert javaslok, 400 méter magasról nyugodtan át lehet repülni minden útvonalat. Ennek az útvonalnak az a neve, hogy Dombocskák, tehát a Bükki dombság felett fog zajlani a repülés. Mindenféleképpen figyeljetek azért arra, hogy nehogy véletlenül valami leszálló áramlás miatt valahová le kelljen szállni, de hogyha valaki leszáll, akkor minél hamarabb jelezzétek ezt nekünk, és akkor semmi gond nem fog előfordulni, reméljük. Jó repülést kívánok mindenkinek, és folytassátok akkor a tervezést, és 11 órakor pedig akkor az első indulót kérjük, hogy akkor jelenjen meg a indulási vonalnál. A versenyzők pedig már alig várták az indulást. Felbőgtek a motorok, és indulhatott a megmérettetés. Bár a szép napsütéses időben ebben a magasságban varázslatos látvány tárul a versenyzők elé, ám a Bazul Kupa résztvevőinek nézelődni nem igazán volt módjuk. Ugyanis az eligazítás után az ultrakönnyű repülők versenyén induló 20 gép először a Bükk felett, majd a takta közben teljesítette a feladatokat, vagyis a képfelismerést és a megadott útvonal teljesítését megadott időre. Az a helyzet, hogy az időjárás az borzasztó rossz a mi életünkben, és azt mondom, hogy csak sajnos 20 gép fog indulni ezen a versenyen. Többet vártunk, de a reggeli időjárás az olyan volt, hogy a köd miatt több gép visszafordult, nem tudott leszállni, értelmetlen lett volna már későbbiek során leszállnia, tehát most 20 gép fog indulni ezen a versenyen. Van egy nemzeti bajnokság, ami alapján összeállítjuk az éves start sorrendet, tehát hogy kik lesznek a versenyzők, első versenyzők. Általában 3 komoly verseny szokott lenni minden évben, ebből ez az egyik legkomolyabb, és az évad záró verseny, ez a Bazul Kupa. Tehát 3 versenyen mérik meg magukat a versenyzők. Mivel a mi vidékünk Dimbes-Dombos vidék, ezért olyan pilóták, akik Szegedről jöttek, vagy Nyíregyházáról, vagy az Alföldről, az ő számukra mindig a Bükk egy kihívást jelent. Tehát ilyenkor mindig van olyan versenyszám, ahol bizony be kell menni a Bükk felé, és ott röpdösni. Ez az egyik versenyszám. A másik versenyszám pedig a vizes vidék a taktaközi részbe fog zajlani. Az eseményen a hazai élmezőny képviseltette magát, hiszen ebben az évben ez volt az utolsó országos erőpróba. Az idei évben igazából ez a harmadik hazai verseny ilyen ultrakönnyű repülőknek. Ezen kívül volt még egy nemzetközi verseny, legutoljára Angliában az Európa-bajnokságon vettünk részt, és hát az idén záró ez a Miskolci Bazul Kupa hagyományosan több éven keresztül már, és hát úgy gondoltuk, hogy itt kell, hogy legyünk. Hát ugye embere válogatja ki milyen, az igazi versenyzők azok mindig versenyezni akarnak, én is mindig nyerni szeretnék, sajnos nem mindig jön össze a dolog, de ez már egy ilyen kicsit lájtosabb verseny, tehát tényleg a szezonzárást szolgálja igazából.
és mindig ilyen társasági esemény is, ahogy előbb említettem. Most az időjárás mondhatnánk, hogy repülési szempontból majdhogy nem ideális, tájékozódási szempontból vannak apró problémák, mert párás nagyon a levegő még, gondolom a völgyekben még ott lesz a köd, de hát remélhetőleg a napsüt hamar föl fog szállni, és akkor nem lesz probléma. Sokkal könnyebb ilyenkor repülni, mint egy szállás vagy nagyon erős napsütéses termékes idővel. A rajthazállók, illetve szállók GPS-szel tájékozódnak, 3 percenként követve egymást. A mezőnyben volt olyan gép, amely akár 120, de olyan is, amely 60 km/h sebességgel képes teljesíteni a kijelölt útvonalat. És hogy milyen érzés egy ilyen géppel utazni, íme egy kis ízelítő. Miután évadzáró verseny volt a Bazul Kupa, a felhők közül leszállva hagyományosan egy ultrakönnyű közös búcsúztató zárta az ultrakönnyű repülők versenyévadát. És bizony a repülés néha még a hozzá legkevésbé szokott laikusokat is elcsábítja, így néha bizony, ha kedvesen invitálják, még a riporter is a magasba emelkedik.